Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, amit ugye mondtam már nektek a kommentelős videómban, amit itt láthattok, hogy szeretném elkezdeni a kicsit komolyabb témás, kicsit mélyebben beszélgetős videókat csinálni. De az az igazság, hogy nem tudtam, hogy hogy kezdjek hozzá, mi az a téma, amit felhozhatnék, ami így elindítja ezt az egészet. Úgyhogy arra gondoltam, hogy egy kicsit merítek a saját életemből, és úgy kezdek hozzá ehhez az egész dologhoz, hogy magamról is mesélek egy kicsit, és közben bemutatok nektek valami újat, ami nem biztos, hogy mindenkinek újdonság, de szerintem vagytok páran, akik még nem hallottatok erről. És most is egyébként millió gondolat kavarog a fejembe, és még mindig nem tudom, hogy hogy kezdjek hozzá ehhez az egészhez, de... Németh Bálint. Bálint? 5 hours later. És egyébként van itt nálam egy kis szemléltető eszköz is, mármint egy eszközök, hoztam pár könyvet, ami mind a témához kapcsolódik. A lényeg az, hogy van egy ausztrál írónő, producer, igazából nagyon-nagyon sok mindent csinál ő, akinek a neve Rhonda Byrne, bár nem tudom, nagyon sokféleképpen hallottam már egyébként kiejteni, és ami számít igazából, hogy 2006-ban ő megírt egy könyvet, amivel konkrétan felrobbant az internet, és internet, hát a média mondjuk úgy inkább. Van itt nálam egy kis wikipédiai segítség, amikor kiadta a könyvet, kevesebb, mint 6 hónap alatt 4 millió könyvet és 2 millió DVD-t adott el ebből, amit mindjárt ide is előszedek, ebből a példányból, ez az eredeti Secret könyv. Ebből a könyvből, ugye nyilván, mivel van DVD is, megvan ez film formájában is. Ajánlom egyébként, hogy ha megnézitek a filmet, be fogom linkelni, utána olvassátok el a könyvet is, és ha tehetitek, akkor szerezzétek be az összes többit. Én le vagyok maradva, azt hiszem, hogy 3 résszel talán, viszont azon kívül megvan az összes, és ezt egyébként a drága édesanyukámtól kaptam. Ő kezdte el ezt olvasni, és felvetette nekem, hogy nem szeretném megnézni vele a filmet. Akkor még egyébként kicsi voltam, kicsi, hát 12-3 éves lehettem talán, amikor erre sor került. De hogy kezdjem el mondani, hogy miről is szól ez az egész. A Secret sorozat a vonzás törvényéről és annak a használatáról szól, ezen alapul az egész. Ezt fogalmazta meg és írta meg fantasztikus módon ez a nő. És nyilván ez nem egy új dolog, tehát a vonzás törvényét nem ő találta ki, viszont olyan szinten jól szemlélteti és írja le a dolgokat, emellett a második részben, a varázslatban egy nagyon jó feladatsor is van hozzá. Ez egy 28 napig tartó kihívás, feladatsor, nem is tudom, hogy hogy mondjam, amiben minden napra van egy feladatod. Azt állítja Rhonda, hogy ha végigcsinálod ezt, akkor onnantól nem lesz több kérdésed, és ha addig kétkedtél, akkor el fogod utána már hinni, és ebben nagyon igaza van. Nekem is talán egyébként ez volt az, amikor azt mondtam, hogy jó, akkor innentől egyértelmű minden. Tudni kell rólam, hogy nagyon spirituális vagyok, nagyon nyitott vagyok az ilyen dolgokra, minden, ami ezzel a témával kapcsolatos, az engem nagyon érdekel, viszont nyilván, amíg nincsen kézzelfogható bizonyítékod, és nem tapasztalod meg a saját bőrödön, addig igazából lehetsz te akármilyen hívő, és nem tudom én, hogy fogalmazzam meg, addig nem fogod 100%-osan elhinni. És itt szeretném nektek gyorsan elmondani, hogy amikor először megnéztem a filmet, majd elkezdtem olvasni a könyvet, akkor nagyon-nagyon erőteljesen foglalkoztam vele, és tök jó is volt minden. Aztán valahogy szépen lassan, napról napra kevesebbet foglalkoztam vele, és igazából ott volt a polcomon, elhagytam az egész témát. Viszont abban az időben volt egy ilyen kis táblám, ami az ablakomra volt szépen felrakva, és tudjátok, ilyen hungarocell tábla volt, tudtam feltűzelni rá dolgokat, és nekem oda fel volt rakva pár dolog, cél, amit szerettem volna elérni. És azután, hogy a könyvet és igazából így az aktív foglalkozást ezzel az egész dologgal így félretettem, kis idő múlva, pár hónap múlva, lehet, hogy év is eltelt, ránéztem a táblára, és tudjátok, azt vettem észre, hogy a felírt, nem tudom, 10 dologból
amit szerettem volna elérni, vagy szerettem volna fizikálisan megkapni, 4 már az enyém volt, vagy már teljesítettem. És ezek a pillanatok azok, amikor így kicsit megüt a dolog, hogy úristen, akkor lehet, hogy ez tényleg működik. Na és onnantól kezdve újra elővettem az egészet, és mindig, amikor úgy érzem, hogy kicsit elhagyom ezeket a dolgokat, akkor ezt a 28 napig tartó kis kúrát előveszem, és egy kicsit visszarázom magamat ebbe a dologba. És azóta is rengeteg olyan dolog van, amit én hiszek, hogy a Secret miatt sikerült nekem összehozni az életembe, tehát valamilyen szinten a Secret miatt tartok most ott, ahol tartok. Tiszta promó videó lesz ebből egyébként, viszont szeretném nektek elmondani, hogy azért akarom ezt ennyire elmondani nektek, és azért szeretném ennyire részletesen megmutatni nektek ezt az egészet, mert én már tudom, hogy mennyit segített nekem ez a dolog. Biztos vannak olyanok köztetek, akik nézik most ezt a videót, hogy úgy érzik, hogy ennél rosszabb már nem is lehetne, teljesen szerencsétlenek, minden máshogy alakul, mint ahogy igazából szeretnék, és ezért mondom nektek, hogy megéri. Miért ne? Próbáljátok ki, alapvetően költeni se kell rá, online ott van a film, megnézitek, és kezdjetek el tenni az életetek érdekébe, higgyétek el, hogy sokkal jobban fogjátok magatokat érezni, és minden, tényleg, olyan szinten változott meg minden, amikor ezt elkezdtem csinálni. 6 könyv van most előttem, és ha arra vagytok kíváncsiak, hogy melyik az az egy, amelyikre én azt mondom, hogy ha egyet kell választani, akkor azt vegyétek meg, akkor az a varázslat, amiben ugye a feladat sor van. Amikor mi ezt vettük, 3000 forint volt. Fogalmam nincs, hogy változott-e az ára, vagy nem, de szerintem ez a legfontosabb egyébként az összes közül. Egy csomót egyébként PDF formátumban is megtaláltok, meg hasonlóféleképpen, kreatívak vagytok, feltaláljátok magatokat. Na de, gyorsan elmondom nektek, hogy milyen könyvek vannak még itt előttem. Az első része volt ugye, nem tudom biztosan sorban mondani az összeset, viszont azt tudom, hogy ez volt az első, a Secret, amiben a Ronda és rajta kívül még talán 4 vagy 5 embernek a története van leírva, és rajtuk keresztül van bemutatva, hogy mi ez az egész dolog, ez a vonzás törvénye. Ami nagyon szimpatikus ebbe a könyvben, hogy mindenki számára teljesen fogyasztható, tehát teljesen mindegy, hogy te milyen vallású vagy, milyen etnikumú vagy, ez a könyv tökéletes neked. Nincsen kiemelve benne, hogy Istenbe kell hinni, vagy bármi más ilyen kötött vallási dolog. Azt mondja el benne, hogy van egy nálunk hatalmasabb erő, akihez te tudsz fordulni, és tudod irányítani a saját életedet, te teremted meg az életfeltételeidet, és mindent, ami ezzel kapcsolatos. És ebbe igazából ez a lényeg, ami vicces, hogy az egész Anasztázia Beverly Hillsnek, aki sminkel tudja, miről van szó, a története is benne van ebbe, és ő is ad benne interjút, úgymond, és elmeséli az egész történetét. Amikor én olvastam, akkor még nem voltam benne annyira ebbe a sminkes témába, viszont később egy kicsit utána néztem, és fantasztikus, hogy egy ilyen méretű cégvállalkozás honnan indult, és milyen nehézségek voltak menet közben, és mégis hova el tud jutni, és szerintem ez tud nektek erőt adni ahhoz, hogy bármire képesek vagytok, csak hinni kell benne, és nagyon kell akarni. A második része ugye a varázslat, ezt már mondtam nektek, 28 napig tartó feladatsor, igényel egy kis időt és energiát, viszont itt a nyár, úgyhogy ennél jobb időt nem is tudok elképzelni rá, hogy elkezdjétek. Ezt nagyon-nagyon ajánlom. A következő, az az erő, ebben igazából, ha jól emlékszem, akkor az első résznek egy kicsit továbbfejlesztett verziója, egy kicsit részletesebben magyarázza el a dolgokat, ami nagyon fontos, azt még egyszer elmondjam, még egy picit más perspektívából próbálja megmutatni, és ha addig voltak olyan dolgok, amit nem értettél esetleg, akkor ez megmagyarázza azokat is. A következő könyv az a Hős, amiben nagyrészt a tanítóknak és történelmi személyeknek feljegyzései és ezzel az egész vonzás törvényével kapcsolatos jegyzetei, gondolatai vannak beillesztgetve, és ezzel még jobban szemléltetve, hogy ez nem egy új dolog, tehát, hogy ezt régen is a régi nagyok, hogyha mondhatom így, használták és tudták, hogy ez létezik, viszont abban az időben azért elég sokan még hülyének nézték őket, hogy ilyenek
ezeket komolyan vesznek, és hogy ezzel foglalkoznak. És mellettük egyébként hétköznapi embereknek a történetei is benne vannak. Nyilván a hős árulkodik arról, hogy arról szól a könyv, hogy a hős benned is megvan, és hogy te is ki tudod hozni magadból, és brutál, hogy milyen történetek vannak benne. Tehát mondom még egyszer, hogyha nem próbáltad ki, akkor ez egy olyan óriási dolog, és annyira nagy hatalomnak tűnik, hogy teljesen szürreális, és nem hiszed el, hogy ilyen létezik, és ez lehetséges. Ismétlem magam, ki kell próbálni, hogy tényleg elhidd. És ezután jött itt a következő, ami már teljesen, csak és kizárólag hétköznapi emberekről szól. A titok, ami megváltoztatta az életemet, hétköznapi emberek sikertörténetei. Ebbe a könyvbe rengeteg, millió, jó millió nem, de értitek, nagyon sok olyan történet van, ami erőt ad nektek is ahhoz, hogy kezdjetek bele és próbáljátok meg. Nem akarok igazából többet beszélni, mert nagyon el fogom húzni ezt az egészet. És ez a másik kis kedvencem, ez egy iszonyat cuki, ez a legkisebb egyébként az összes közül, Határtalan gondolatok az a címe. 365 oldalas maga a tartalom a könyvbe, amit nyilván rájöttök, hogy miért. Minden napra egy pozitív gondolat van benne. Próbálom így mutatni, vannak benne olyanok is, amik látjátok egész oldalasok, viszont tegnap, amikor kinyitottam, vannak benne olyanok is, amik csak egy mondat. Itt például ez a nagyon kis rövid annyit ír, az ember az, amiben hisz. Ez is egy idézet egyébként, és az ilyen rövidek azok nagyon-nagyon-nagyon sok olyan, ami régi nagy tanítóknak jegyzetfüzetéből van, vagy bármiféle kis feljegyzése. Ez például Anton Csehov jegyzetfüzetéből van. Egy kicsit később, az ember nem más, mint gondolatai terméke, azzá lesz, amit gondol, ez Gandhinak volt egy kis feljegyzése. Tehát nagyon sok érdekes dolog van benne, és amit nem mondtam még nektek, azóta megjelentek már külön fiataloknak tervezett könyvek is, van belőle olyan, ami kifejezetten tinédzsereknek szól, és ha jól láttam, ami iszonyat cuki, van már belőle mesekönyv is. Ha úgy érzed még, hogy ez neked esetleg túl korai, vagy túl nehéz olvasmány lenne, akkor van belőle olyan, ami direkt tiniknek van, tizenéveseknek van írva. Ha jól tudom, már magyar nyelven is megjelent, viszont angolul biztosan lehet már kapni, és biztos vagyok benne, hogy nem sokára én is beszerzem azokat, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok rá, akkor megmutatom majd, hogy azok hogy néznek ki. És ha elolvastam, akkor azt is elmondom, hogy mi van benne. És igazából így a kis könyvemutató után szeretnék még nektek annyit elmondani, hogy nagyon sokan írtok nekem ilyen problémákkal, hogy nincs önbizalmatok, csúnyának érzitek magatokat, van egy fiú, de nem mertek oda menni hozzá, nem mertek vele beszélni, és konkrétan mindenki az önbizalom hiányról ír nekem. És ezért is szerettem volna egy ilyen témával kezdeni, ami szerintem nagyon fontos, tehát ennél fontosabb dolog, hogy magatokkal és az életetekkel foglalkozzatok, szerintem nincs ennél fontosabb dolog. És ez most lehet, hogy csúnyán fog hangzani, de amíg magatokkal nem vagytok kibékülve, és nem érzitek jól magatokat a saját bőrötökbe, addig igazából minden szét fog esni körülöttetek, tehát addig nem nagyon várhattok semmi jót az élettől, amíg nem vagytok rendben magatokkal, és szerintem ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni. Annyit szeretnék még gyorsan elmondani nektek, hogy az ilyen üzenetekre, amikor segítséget kértek tőlem, nagyon igyekszem válaszolni, viszont nagyon sűrűn elvesznek a privát üzeneteim közt az Instagramon, úgyhogy itt van alul az e-mail címem, hogyha bárkinek ilyen jellegű problémái vannak, vagy esetleg olyan kérdése, amivel nem mer máshoz fordulni, nyugodtan írjatok nekem, megpróbálok válaszolni nektek. Viszont azt is tartsátok szem előtt, hogy vannak szüleitek, és nyugodtan forduljatok hozzájuk, mivel a gyerekeik vagytok, ti vagytok nekik a legfontosabbak az egész világon, úgyhogy merjetek beszélni a szüleitekkel. Viszont, hogyha kell egy kis plusz erő, bátorítás, valami nagyon fontos kérdésetek van tényleg, amit úgy éreztek, hogy senki mástól nem mertek megkérdezni, akkor írjatok nekem nyugodtan itt az e-mail címen, megpróbálok nektek segíteni, és szerintem elég indokot adtam rá, hogy töltsétek le a filmet, vegyétek meg a könyvet, olvassatok kicsit utána, kezdjetek el foglalkozni magatokkal, és hogyha esetleg megnéztétek, vagy elolvastátok, vagy már ismertétek ezt a könyvet, akkor írjatok már kommentet nekem, hogy ti mit értetek el vele, mibe segített nektek, vagy szerettétek, nem szerettétek,
Nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre. Úgyhogy ez volt az első ilyen kis komolyabb beszélgetés videó. Remélem, hogy tetszett nektek. Remélem, hogy szeretnétek még ilyet, mert imádok ilyen témákról beszélgetni, és ilyenkor egy kicsit kiélem a komolyabb énemet, és nem csak a vicces, minkelős, bulis Rebeka énemet. Úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok. Hogyha tetszett a videó, akkor dobjatok rá egy nagy lájkot, írjatok nekem kommentet, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, és a következő videóban találkozunk. Sziasztok!